az a döntés, amely alapján Gyulán az üzemet megtartottuk, nem adtuk el, fejlesztettük, jó döntés volt. Sikeres volt az a kormányzati döntés, mely révén 2013-ban önkormányzati tulajdonban szerveződött újjá a gyulai húsipar, hangsúlyozta a Gyula Hús Kft. Békesugárúti telephelyén Budai Gyula. A miniszteri biztos keddi látogatásán kiemelte, az üzem évről évre egyre nagyobb nyereséget termel, legutóbb már közel 500 000 000 forintot. Elmondta, fontos az üzem további fejlesztése, melyet támogatnak. A Külgazdaság és Külügyminisztérium teljes mértékben támogatja a városvezetésnek, illetőleg a cégnek ezt az elhatározását. Egyeztetéseket folytatunk benne, és én úgy gondolom, hogy ez az összhang, illetve ez az egymásra találás mindenképpen azt fog eredményezni, hogy ez a sikeres beruházás meg fog valósulni. Görgényi Ernő polgármester szerint üzletileg is jó húzás volt a cég megalapítása. A vállalat által elért nyeresség lassan kiegyenlíti a befektetés költségét. Az új kétegyházi úti beruházás óriási lehetőségeket jelentene nem csak Gyula, hanem az egész környék számára. Akár 500 új munkahely is létrejöhet, de ezt azért hangsúlyozom, hogy akár, mert ennek előfeltétele a SERT és stratégia sikere. Magyarország kormánya által megfogalmazott SERT és stratégia célkitűzése jelenlegi 3 millióról 6 millióra nőjön a sertések egyetszáma Magyarországon. A Vágóhídnak, Gyulán akkor van értelme és gazdasági racionalitása, hogyha SERT és stratégia sikeres, tehát ha van mit levágni. Természetesen ebben számíthatunk szövetségesként a kormányra, miniszteri biztos úrra is, és dolgozunk azon, hogy ez a tervünk ez megvalósuljon. Hosszú ideje tűzszünet van Ukrajnában. Ha ez volt az unió feltétele, akkor ez a feltétel lassan okafogyottá válik. Az üzemlátogatáson szó esett a céget is sújtó orosz embargó feloldásáról. Budai Gyula szerint erre még az idei év első felében sor kerülhet. Daka Zsolt ügyvezetőigazgató emlékeztetett, a Gyula húsnak a lehető legrosszabbkor jött az unió által bevezetett bojkott. Amikor már visszaállt volna az exportunk az eredeti kerékvágásba, ami a mi életünkben elég nagy arány képviselt, ugyanis az orosz exportunk az összes export értékesítésünk 20%-át tette ki. Ez nagyon rosszul érintett bennünket a 2014. augusztusában. Az Oroszországba irányuló kivitel a cég teljes exportjának 20%-át tette ki. Így ha az embargó megszűnik, új távlatok tárulhatnak a Gyula hús elé.